Hello mindenkinek, üdvözöllek benneteket! Ebbe a videóba meg szeretnék osztani veletek egy csodálatos örömhírt, hogyha érdekel benneteket, tartsatok velem! Többször el szerettem volna már kezdeni ezt a videót, és megmondom őszintén, hogy két felvételt már készítettem nektek, de valahogy mindig kimaradt egy-két gondolat, úgyhogy remélem ez a videó lesz az, amit közvetlen a YouTube-omra fel fogok tudni tölteni. Tehát kezdjük az elején, mint Copperfield Dávid. Jó. Szóval, az első szempont, aki ismer, aki követi a YouTube csatornámat, vagy aki személy szerint engem ismer, tudja, hogy milyen ember vagyok, és tudja, hogy eddigi pályafutásaimat milyen címszó alatt kezeltem, vagyis, hogy mivel foglalkoztam eddigi életeim során. Szóval, a lényegre akarok térni, de mégis egy pár dolgot meg kell, hogy említsek. Tudjátok, telefonos értékesítőként kezdtem el dolgozni, már egy jó pár éve ez a mindenem, tényleg ez a marketing világa, és több esetben a mai napig rengeteg gyártásokkal kapcsolatban, rengeteg vállalkozások beindításával, tehát rengeteg ilyen dologgal is foglalkoztam mindez mellett. Na most több esetben kérdezték tőlem, hogy miért nem csinálok magamnak egy kis vállalkozást, vagy miért nem dolgozok magamnak, mert ugye manapság már mindenki vállalkozni akar, meg már mindenhol ezt hallod, hogy miért nem vagy magadnak a főnöke, vagy miért nem úgy alakítod a dolgokat, hogy neked is jó legyen. És én úgy voltam vele, hogy azért nem szeretnék saját céget alapítani, vagy azért nem szeretnék még vállalkozó lenni, mert az eddigi pályafutásaim során azt tapasztaltam, hogyha nekem a mindenem a marketing, mindenem a vásárlóim, a törzsvásárlóim, tehát hogy ugye a telefonos értékesítésből szeretnék megélni, mindez mellett nem fél bele egy cég irányítása, mert akkor ugye minden más dologgal neked kell foglalkozni. Na most az eltelt időszakban ez változott. Az utolsó vállalkozás, az utolsó cég, ahol dolgoztam, megmondom nektek őszintén, ott nagyon gyorsan kellett intézni egy pár dolgot, ami igazából lehet egy hónapig elterjedhetett volna, de nekem 3 napomba sikerült, valamint ugye a lefutása egy hónap alatt meg is történt a dolgoknak, de mindez mellett a saját munkámmal is kellett foglalkozni, mármint a telefonos értékesítő részével, hogy igenis Juditka leüljön a székbe, előkapja a telefonját, kinyitja a nagy bibliáját, ahol a drága vásárlóim várják, hogy én újra felhívjam őket, és kecsegtessem egy pár témával. Na most, ez meg is történt mindaz mellett, hogy ugye másnak a munkáját is, mert mint a megkért dolgokat, tehát amire megkért közvetlen a cég ügyeit én intéztem, és mindez mellett ugyanúgy a plusz munkáimat is el kellett, hogy végezzem. Na most rájöttem olyan dolgokra, hogy egy idő után annyira biztos vagyok a saját dolgaimban, hogy ugye minden nap ugyanazt csinálod, és szereted is, mert ugye egy idő után már ez nem munka, hanem hobbiként is válik, hobbivá válik igazából, és rá kellett jönnöm arra, hogy mi a fenének dolgozzak én másnak, és rá kellett arra jönnöm, tehát el kellett jutnom egy szintig. El kellett jutnom oda, hogy végül is eltervezzem azt a dolgot, hogyha én ezt a munkát akarom folytatni, meg mindez mellett az én cégemet is tudjam alapítani, vagy alakítani, ahhoz minden egyes kis infót, minden egy kis dolgot el kell indítani, tehát azért egy cég vezetése nem olyan egyszerű. Mert ugye akkor már én vagyok a saját főnökömnek a főnöke, ez értelmes volt,
Tehát én végzek el minden egyes olyan munkát, meg ugyanúgy én telefonálok, tehát egyedül úgysem fog működni. Szóval, összezagyva rékoltam nektek minden hülyességet, tehát az a lényeg az egészben, hogy most már saját magam alakítottam egy céget, úgyhogy én is a vállalkozók listájára felkerültem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és hozzáteszem azt, hogy az eddigi főnökeimnek is tudom köszönni ezt a dolgot, hogy így alakultak a helyzetek, mert amikor eljutsz egy szintig, hogy igenis te képes vagy erre meg arra, tehát tényleg képes vagy a munkádat maximálisan elvégezni, meg még mindez mellett még azokat a munkákat is elvégeztem, amit a főnökeim megkértek, amit tulajdonképpen ők is el tudtak volna intézni, de úgy voltak vele, hogy hát itt van Judit, és megcsinálja. Persze természetesen nem volt probléma, mert ugye én szerettem is ezt a réteget, sőt imádtam mindig ugye egy gyártást elindítani, egy különleges dolgot behozni, utána nézni az interneten, tudakolni a vásárlómtól, hogy mik az igények, különböző könyveket beszereztem, olvasgattam a neten, tehát ezeket a részeket mindet imádtam. És annyira boldog vagyok, hogy most már tényleg én alakíthatom ki magamnak azokat a kis köröket, azokat a kis termékeket, amiket tulajdonképpen nem mást kérek meg ezekre a munkákra, hanem én végzem el, és én is adom el ezeket a termékeket, vagy én ajánlom ezeket a termékeket. És ugye ezeknek tökre örülök, mert tényleg 100%-on felül teljesítenek ezek a termékek, persze csak a visszajelzések alapján működünk mi is. Szóval nagyon boldog vagyok, és lehetőségem van arra, hogy olyan dolgokat tudjak fejleszteni, alakítani vagy ajánlani nektek, ami tényleg nagyon-nagyon különleges, és tehát tényleg maga az, hogy segíteni ezekkel a kis különleges termékekkel másoknak, tehát ez is nagyon nagy sikert arat. Én azért is említettem nektek, hogy a volt főnökeimnek tudom ezt köszönni tulajdonképpen, mert ők vezettek bele ebbe a dologba, mert azért nem akarnék nagyon személyeskedni, de mikor már maximálisan bízol magadba, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor az ember egy hatalmas döntést kell hoznod, és meg kell valósítanod az álmaidat, és én ezt megtettem. Nem mindenkinek tetszett természetesen. Tehát nem mindenkinek tetszett ez a lépésem, hogy tehát egy döntést kellett hoznom, és meghoztam ezt a döntést. Nagyon sok embert elveszítettem magam körül, tény és való, de olyan embereket veszítettem el, akik a főnökeim voltak tulajdonképpen, tehát na mindegy. Szóval nagyon boldog vagyok, és el sem tudom mondani ezt nektek, ezt a lehetőséget, mikor éves szinten mindig csak ugyanazt csinálod, ugyanúgy gürcölsz, ugyanúgy szerzed az információkat, tehát mások aratják le a babérokat, érted? Tehát azért te nem kapsz plusz pénzt, azért te nem kapsz kiemelkedő lehetőséget, vagy nem veregetik meg a válladat, hogy Judit, király vagy, ilyen voltál, faszacsaj vagy, semmi, érted? Csak dolgozzál, mint egy birka. Tehát egyszerűen, és innentől kezdve a határ a csillagoség. Szóval ennyit szerettem volna nektek elmondani. Nagyon sokan nézik a YouTube-os videóimat, tudom, olyan emberek is nézik, akik esetleg az utcán nem köszönnek rám, ez sem probléma. De így remélem YouTube-on keresztül, vagy a videóm láttán is el tudtam azokat az információkat juttatni, amit én gondoltam volna is megemlíteni nektek. Úgyhogy pusza nektek, további szép napot kívánok nektek, és majd még jelentkezek. Puszi!